Cégünk a Karantia Kft. Nagyon jó első negyedévet tud maga mögött zárni, ugyanis a szója vetés területe megemelkedett, aminek nagyon örülünk. Reméljük, hogy kicsiben talán mi is hozzá tudtunk járulni ehhez a sikerhez. Nagy öröm a szójavetés terület emelkedése, ugyanakkor azért ez a nagy felelősség is, és akik most kezdik először a szóját, azokkal azért végig kell kísérni a tegyészidő teljes időszakába, ugyanis fontos, hogy eredményes legyen, ne csak emelkedjen, hanem a végén eredménye is legyen ennek a növekedésnek, és ne úgy járjunk, mint a közelmúltba, amikor is egy nagy növekedés követően drasztikusan visszaesett a szójavetés területe. Mi ugyanazt mondjuk, mint korábban, a szója Magyarországon nagyon jó termeszthető növény, alacsony input anyagköltségek mellett, és nagyon jó a felvásárló piaca, és nagyon jó beilleszthető a vetésforgóba. Tehát minden előnye megvan, ami ahhoz kell, hogy a gazdálkodók sikeresek legyenek. Szója esetében ugye a korábbi évekhez képest kibővítettük a portfóliónkat, nagyon szuper korai anyagokkal is rendelkezünk, amelyek 90 napos érésidővel bírnak. Ezek már alkalmasak a másodvetős szója termesztésére is, tehát a 90 naptól egészen a, akár azt mondjuk a csillagos végig, de ami ugye a magyarországi klímába belefér, és itt még termeszthet az egyes érés csoportig, nagyon széles a fajta portfóliónk. Szójára van kereslet, még más szántóföldi növényekre jelenleg azt mondom, hogy kevésbé vagy nem állandó kereslet van. Hazai szója előállításunk az 170 ezer tonna szójababot állít elő a magyar piac. A szója dara felhasználásunk pedig 600 ezer tonna. Az Európai Unió 30 millió tonna szója darát hoz be döntően Dél-Amerikából, míg az európai előállítás 3-4 millió tonnába megáll. Ha ezt hozzárakjuk a teljes ukrán szójabab termelést, akkor 10 millió alatti mennyiségről beszélünk, az még mindig azt jelenti, hogy Dél-Amerikából 20 millió tonna szójadarának be kell érkezni. Tehát amíg ez a szám ennyire nagy lesz a különbség a termelés és a felhasználás közt, addig azt gondolom, hogy stabil és jó piaca lesz a szójának. Erre egy nagyon jó jel, hogy 2025. januárjában Bolyba be fog indulni egy szójabab feldolgozó üzem, ami 100 ezer tonnás kapacitással bír. Mindenkit arra buzdítunk, hogy keressék szaktanácsadó kollégáinkat. 16 kollégánk van már, akik országosan elérhetőek. Bármilyen szójatermesztési kérdéset keressenek minket. A gazdálkodók 2-5 évig biztosan tervezhetnek a szójával. A verseny meg fog nőni a szójababért.